Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, ami nem olyan túl szép, ugyanis esik az eső, mutatom nektek, oda néz. Esik, körülbelül tegnap este óta ilyen csöpögős az idő, bár most ahogy nézem, elég jól esik. A motorcsónakot kint ázik. Én azt mondom, hogy kell hozzá vennem egy takarót, egy ilyen valami, amivel le lehet takarni, hogy a víz ne menjen bele. Amúgy, hogyha belemegy a víz, sok gond nem lesz szerintem, legalábbis nagyon remélem. Ugyanis van egy ilyen pumpa benne, ilyen vízipumpa. Benne az akkumulátor, és az akkumulátornál van egy ilyen valami, amit... ami ki tudja pumpálni a vizet végül is, tehát nem automatán, de nem nekem kell pumpálgatni. Úgyhogy amit elállt az eső holnap vagy holnap után, ezt meg kell csinálnom. Aztán kell vennem hozzá egy utánfutót. Ide akarom tenni, és ott le tudom ereszteni, látjátok ide ki van kötve, és az utánfutón keresztül fel tudom ide húzni. Ami, hogyha minden igaz, holnap vagy holnap után meg tudok egyet vásárolni, ugyanis már beszéltem valakivel, aki elad egy ilyen motorcsónak utánfutót. Elég olcsó áron, én szerintem nincs a legjobb állapotban, de elég olcsó. Szerintem minden nekem tökéletes, és nem kell húzogatnom sehova se. Valószínűleg, hogy holnap vagy holnap után idehozza nekem. Azt mondta. Majd meglátjuk. Amúgy a Davis nem más csinál, mint itt van. Mi a helyzet, Nyuszi? Hova mész? Hó! Oh, mi a helyzet? Mit? Mit mondasz? Mit? Most pedig nem másról csinálni, mint el fog menni, és lezuhanyozok. Ugye általában zuhanyzás után szoktam kezdeni a videót, de gondoltam, hogy ma zuhanyzás előtt kezdem. Ugye is megmutatom nektek a zuhanyt, múltkor használtam ezt a hátsót, nem is mutatom, hogy miért. Na megjöttem, ebben hátsó zuhanyban, vagy első zuhanyban, itt ebben. Ugyanis itt nincs, hol van, ott van, nincs egy külső üveg, vagy függöny, vagy semmi se, ahogy látjátok, csak így van a zuhany egymagában. A múltkor használtam, most már kétszer használtam, és képzeld el, azt hittem, hogy nem lesz jó, mert hideg lesz, vagy nem lesz jó. És szerintem elég jó, mert hogy régen járok, látod, beverem a fejemet, ha nem hajtom fejjel, ezt emlik elszúrták. Most lehet, hogy én vagyok túl magas, vagy pedig ez van túl alacsonyan, nem tudom. Na mindegy, hogyha ide kicsit legugolok, akkor nem fogok zuhanyozni. És hogyha lezuhanyoztam, általában, amikor kilépek ugye a másik a rendes zuhanyból, akkor egy kicsit fázol, mert hideg van, és itt, mivel nincsen semmiféle fajta ajtó, ezért ha megáll a zuhany, nem fázok. Egyáltalán nem fázok, tehát csak simán kilépek, megfogom a tölközött, és nem olyan rossz. Tehát csak gondoltam, hogy ezt megosztom veletek. Aztán, amit még kell csinálnunk, ide az ablakhoz valamit kell tenni, ugyanis élenként, hogyha bejössz ide a fürdőszobába, amíg el akarsz menni WC-re vagy valahova, itt van a Davis, közül bejött megnézni, hogy mit csinálok, megyek zuhanyozni. Gyere! Ha bírod bejössz, akkor elég hideg van. Megvan, jössz vagy nem jössz? Gyere! És gondoltuk, hogy valamit az ablakra, ha más nem valami függönyt, vagy valamivel a hideget megpróbáljuk majd kint tartani, ugye függönyt még mindig nem vettünk, amit múltkor elmentünk megnézni. Mit mondod? Ja, ott látod? Ezt tudod, hogy néz ki? Mintha egy kagyló lenne, látod? Ilyen kagylós, meg ott is ilyen kagyló, ilyen furcsa. Amúgy ezt még mindig nem használtuk. Ezt még azt mondom, hogy a felesége még nem tanította ki teljesen. Amúgy a többi minden, most már lassan minden ki van sikálva, át van takarítva, azt el kell pakolászni. A lassan hozzászorulok amúgy szerintem mindenhez. Mit mondasz? Na, oda ne menjél te, az én samponom. Úgyhogy most én gyorsan lezuhanyozom, és folytatjuk tovább. Megzuhanyoztam magam, hogy látjátok, kicsit felfrissültem. Nem sokára el kell mennem a Lucasért. Tudom, hogy itt vagyunk az iskola mellett, mivel szakad az eső, és nincs ilyen pici esernyő, amit reggel lehet volna magával vinni. Ilyenkor, hogyha nagyon esik az eső, hogyha nagyon szakad, tehát ha csöpög, akkor nem, de ha nagyon szakad, mint most, na gyere, akkor vagy én, vagy a feleségem gyorsan elmegy érte, ugye az esernyővel, hogy ne azzon nagyon meg. De még mielőtt elmegyek, van hozzátok egy kérdésem. Ugyanis a héten nézegettük a tévéket, mert gondoltuk, hogy lecseréljük ezt. A tévénk 55 incses, ami nem tudom, hogy hány centis pontosan, de 55 incses. 5 évvel ezelőtt vettük, képzeld el. Na gyere, gyere, nyuszi! És gondolkoztunk a héten, hogy lehet, hogy le kellene lassan ugye cserélnünk. Nézegettük, hogy ezek a tévék milyen árban vannak. Na gyere, leülünk addig ide, mert elég nehéz vagy. És néztünk egy tévét, egy Sony tévét, ami le van árazva, tehát le volt árazva a héten, és gondolkoztunk rajta, hogy lehet, hogy meg kellene venni, lehet, hogy nem. Aztán tegnap este képzeld el, újra megnéztem ezt a tévét, hogy pontosan hát, ha olcsóbban találom valahol, és leárazták, még annál is jobban, amennyivel le volt árazva,
Tehát én szerintem rettentő jó áron van, és gondolkoztunk rajta, hogy lehet, hogy a hétvégén vagy jövő héten ezt le kellene cserélni. Ez a tévé pedig bemegy oda a PlayStationhöz. És egy kicsit nagyobb lesz a PlayStation-es tévé, tehát a Lucas jobban látja majd rajta a dolgokat, jobban lehet rajta majd Grand Theft autózni. A kérdésem hozzátok, hogy Magyarországon mi az átlagos tévé méret? Tehát mi nálunk az átlag, régen ugye voltak ezek a kisebbek tévék. Mikor ezt az 55 incseset megvettük, ennél nagyobb annak idején nem nagyon volt. Most már vannak ezek a 60, 65, 70, 75, 85, még 90 incses is van most már, azt hiszem. 85-öset azt tudom, hogy láttam, hogy ott már árulnak. És az átlag, én azt mondtam, hogy a 65, 70 incs. Nálatok mi az átlag méret? Tehát inkább nálatok még ezek a kisebbek vannak, vagy ennél már hatalmasabbak? Csak ilyen kíváncsiságképpen kérdezem, hogy mi az átlag méret nálatok. Amúgy megnéztük a Samsung TV-t is, az LG-t is, még mielőtt valaki mondja, hogy a Sony-nál van jobb is, ugyanis van, vagy a Samsung is, tudom, hogy van. A Samsung, volt Samsung TV-nk, semmi bajom nem volt vele. Sony TV-nk volt, meg van is, én meg vagyok fel elégedve. Mit? Mit mondasz? Mua. Meg a Samsungot nem áraszták le, tehát ezért gondoltuk, hogy maradunk a Sony mellett. Philipsünk volt, 2 darab is, én nem voltam vele megelégedve, ugyanis a Pixel kiégett belőle, képzeld el, mind a 2 Philips tévénkbe, az egyikben a közepén csak egy ilyen pont, azt annyira nem lehetett látni, a másikban pedig itt a sarka, az egy egész csík. Tehát Philipset semmiképp nem akarok venni, bár most már nagyon nem is lehet kapni, egyetlen egy Philipset találtam, vagy láttam az egyik helyen, amit még árulnak, amúgy máshol sem, mindenhol lesz az LG-t lehet kapni, Sony-t, Samsungot, meg olyan márkát, ilyen TLC márka, meg Sonic márka, meg mi ez a másik márka, nem tudom, lehet, hogy ilyen van nálatok, vagy nincs nálatok? Vagy milyen, mi a menő márka most nálatok a tévében? Úgyhogy a hétvégén majd lehet, hogy jobban utána nézzünk ennek a tévé dolognak, de ahogy mondtam, a gondoljátok, írjátok meg, hogy nálatok mi az átlag méret. Amúgy mi nem másba gondolkodunk, mint egy 75 incsesbe, ugye mivel itt ez nagyobb ez a hely, mint a régi lakás, látod? Egy 75 incses szerintem pont jó beférne, jó lehetne mindent látni. Max, hogyha túl nagy, akkor hátrápúzzuk ezt az ülőkét. És na mi, majd meglátjuk. Amúgy én most gyorsan húzom az órámat, a cipőmet, és elindulok a Lucasért. Amúgy még mindig van 10 percem kicsengetésig. Nem tart tovább, mint 2 perc, hogy átsétáljak. Az eső esik, látod? Esik. Úgyhogy azt hiszem, hogy átsétálok érte. Aztán az jövök, opá, ebédelek. Aztán mit csinálunk? Megyek a postára, ugyanis el kell küldenem a számítógépet, a laptopot eladtam, aztán fel kell adnom. Aztán megyek a szüleimhez, meg lehet, hogy beugrok még az öcsémhez. Olyan sötét van, látod, hogyha ilyen felős az idő, és nem az ablak mellett vagy, akkor sötét van, legalábbis hogy a kamerán úgy látom. Mindjárt lemerül az akkumulátorom, úgyhogy most fel kell töltenem, ki kell cserélnem, ugyanis van egy másik, na mindjárt. Úgyhogy elmegyek, elvédelek, és folytatjuk majd tovább. Na szervusz! Hello! Mi helyzet? Esik az eső. Közben elmentem a Lucasért, megebédeltünk, elkészültünk, és most tartunk a postára. Itt az esernyi, ezt elviszük magunkkal. És az autóig nem hiszem, hogy nagyon kell, azért felhúzzuk. A kövek néznek nagyon szép, mikor megy. Szép, mikor vizes. Na gyere, menjünk. Elmegy gyorsan a postára, és hol kell még valahova menni? Kell még valahova menni? Nem gondolom. Azt mondom, hogy máshol nem. Na várjál, nyitjuk a garázs ajtót. Kinyitottuk! Várjál, be van zárva az autó. Beszoktam zárni a garázsba. Sose lehet tudni, ugyanis itt van az ablak. Bár nem hiszem, hogy valaki elvinné, de ez a megszokás. Úgyis ott a régi helyen, ugye a lakásban lenne a garázsban, mindig beszoktam zárni. Na minden. Úgyhogy, induljunk. Meg van mindenünk? Milyen vizes? Vizes, jó. Tudod, hogy miért vizes? Azért, ja, mert esik az eső, azért üres. Csipogunk, ugyanis beálltam, nem tolattam a garázsba. Látod, tolatunk kifelé. Nem, mert nem megyünk neki semminek. Általában mindig betolatok, de gondoltam, hogy ma előre megyek be. Nézd, ott a tükör. Szerinted elérik? Nem értük el. És kimentünk belőle. Az eső, ami elég jól esik, és egész hétvégére ilyen időt mond. Legalábbis szombat estéig. Állítólag vasárnapra azt mondták, hogy kicsit kis idalap, és hogy lehet, hogy a csónakot majd ki tudjuk vinni. Aztán jövő héten valószínűleg ki fogok állni, megcsiszolgatni és elkezdeni festeni, hogy milyen színűre, azt még mindig nem tudom 100%-ig. Mindenkinek meg szeretném köszönni, akik írták, hogy milyen színűre fessük,
Lukasz, szerinted milyen színű legyen? Miért? A motorcsónak milyen színű legyen? Egy piros. Piros, piros, fehér, zöld. Valaki azt mondta, nem is valaki, többen mondták, hogy ilyen piros, fehér, zöld legyen magyar zászló, vagy legyen rajta Ausztrália magyarul logó. Logót nem viszont rá fogom tudni festeni, mert olyan szépen nem tudok azért festeni. Piros, fehér, zöld. Nem hiszem, hogy piros, fehér, zöld lesz így. Lehet, hogy lesz benn piros, meg biztos lesz benn piros, meg fehér is. Ez ausztrálos, a blue. Ja, olyan kékes. Majd meglátjuk, majd meglátjuk. Aztán többen mondtátok, legyen olyan színe, mint az autónak, olyan kékes. Majd meglátjuk, hogy milyen festékek vannak piros, pontosan. Mit? Piros és zöld. Piros és zöld. Piros, meg fehér. Vagy zöld, vagy piros vagy, és zöld. Majd meglátjuk, megnézem, milyen hajófestékek vannak. És max majd kevertetünk valami szint, ahogy megérkeztünk ide a bevásárlóba. Hova kell menni? A postára be kell menni. Meg lehet, hogy bemegyünk valahova körbe, akarsz nézni, ha lesz időnk, vagy csak megyünk tovább. Én nem tudom. Nem tudod? Hoztunk-e sernyőt? Ja. Nem volt, de. Ja, ki az esernyőt nem hoztam el, de az autóban van egy esernyőn, azt hiszem. Legalábbis nagyon remélem. Ha nem, akkor majd futunk egyet. Hoztam esernyőt, de ott hagytam a garázsba. Ja. Akkor visszafutni? Persze, visszafutunk. Ide megkanyarodunk. Hova? Ide. Visszabázálni, nem vissza. Persze, visszavezetünk. Egy esernyő, én nem hiszem, hogy visszavezetünk. Hova álljunk meg? Nincs megint sehol, hely, oda néz. Ide. Megérkeztem, nem máshol, mint az öcsémhez, ahogy látjátok, vagy ha látjátok, ami már régóta voltam itt, én már voltam itt, csak a kamerából nem voltam itt. Úgy lement a nap, bár nem is sütött a nap, de sütött a nap, sem nem látok a napot, mert felhős volt az idő. Még mindig esik az eső. Itt van, majd nem sokára kimegyek a terasz, ugye megmutatom, csak nem így értünk haza, épp csak segítettem feljönni az öcsémnek, és együtt jöttünk fel, vettünk, nem, ő vett, én csak segítettem neki vizet, meg olyan kóla. És segítettem felhozni, úgyhogy nem tudom mit csinálunk, lehet, hogy iszunk valamit, aztán majd megyek vissza a szüleimhez, felveszem a Lukaszt, és megyünk haza. Addig én kimegyek az erkélyre, megnézzük ezt a vizet, meg az esőt, na már van zárva. Nem sok felé lehet ellátni, nem tudom a kamerán mennyire lehet látni, de esik az eső minden felé. Nem tudom, hogy kilépjek-e ide, vagy ne. Azt hiszem, nem esetben nem vizes. Ott! Úgyhogy ázik a motorcsónak. Remélem nem lesz tele azért vízzel reggelre. Mindenfelé, amerre elnézünk. Az a jó, hogy olyan túlideg nincsen, olyan 19 fokot mutatott az autó, jól emlékszem, 19-20 fokot mutatott, mikor jöttem idefelé. Majd ha elmegy ez a nagy esőzés, azt mondták, jövő hétre lehet, hogy megérkezik a hideg levegő is. Ugye nem sokára jön a tél, és meg fogunk fagyni, úgyhogy kell majd venni valami hősugárzót, vagy valami melegítőt, vagy valamit. Úgyhogy nem tudom, mit iszunk. Mit iszunk? Valami sört? Milyen sört iszunk? Nincs korona? Nincs. Akkor iszunk valami zöldet. Kész, ilyen. Olyan? Ilyet ittunk múltkor? Nem. Ez ilyen? Ez az a német sör? Mit tudom? Nem? Az. Mi a másik? Az a piros. Piros zöld. Melyik jobb? Ez vagy ez? Nekem mindegy. Akkor legyen ez. És az milyen? A Stella. Igyünk ilyet. Vagy ilyet ittunk múltkor? Na ide, most ilyet iszunk. Ugye is kifolytunk, hogy az öcsém kifolyott a koronából. Ugye ezt most megisszuk, aztán megyünk és felveszünk a Lukaszt. Hazaérkeztem, ma jelenleg nem már csinálunk, mint játszunk. Mivel játszunk? Superman. Ja, a Superman. Az a Superman, ugye? Meg a Batman. Jelenleg... Ezekkel játszunk, ugyanis itt az összes játék benne a szekrényben, mindig dobozokba, meg olyan zsákokba. Mindéket nem szeretnénk kipakolni, ugyanis egy pár ezt a dobozt ezt kipakoltuk, meg egy másikat, és az egész szoba most már úgy néz ki, hogy tele van játékokkal, ahogy látjátok. Úgyhogy szerintem egyelőre ennyi játék elég, nem? Mit szólsz hozzá? Aztán megcserélgetjük itt-ott. Jelenleg ez a Batman, ez nagyon érdekes. Mit? Mit csinál? Nem akar... Help! Mivel kell segíteni? Nem akar forogni? De csöpög a nyálad, oda néz, hogy megy ez a Batman. Itt. Látod? Te. Mit csinálsz? Nyuszi! Úgyhogy ezt a mai videót én itt most azt hiszem, hogy lassan befejezem, ugyanis semmi érdekeset nem fogunk csinálni, kivéve játszunk, vasorázunk, és azt hiszem, hogy elmegyünk majd fürödni, ugye? Majd zuhanyozni? Vagy mit csinálunk?
aztán elmegyünk aludni, legalábbis a Davis az biztos. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Szávó! Szávasz! Szia!